megtalálni, hol lehet kikapcsolni, hogy sok szart jön ABS, meg ilyen egykerekezés gátló, meg ilyenek vannak benne. Biztos sok pénzbe kerül. Biztos sok pénzbe kerül, nem tudom minek tették bele. Fizettünk mindent, és így lehet élvezni a motorodát. Addig jó terepre, amíg az ember úgy megy vele, mint egy utcai motorral, mert ugye ez annyira nem terepre van kitalálva. Szóval szerintem nagyon-nagyon kezes, és én kimernék menni vele terepre. Viszont ha egy kicsit kezd az ember ráérezni az ízére, pláne utcai gumival, ott már elég vicces, amikor elindul keresztbe ez a 200, nem tudom hány kiló. 230, valami 200, annyi. 230 eszem. De ABS az kicsit jó is olyan, nem feelinges, hogy azért. De segít? Szerintem segít. Ennél segít, hát, sőt, biztos egy normál endurónál vagy egy cross motornál nem segítene, tehát annál fokkoljon a fék, fogjon úgy, ahogy kell. De ennél kifejezetten segít. Tömeg miatt, mondom. Azért a lepgumival veszélyes lenne kijönni, tehát ha tényleg valaki elkezd vele mókázni, szerintem azért az zora. Kikapcsolt ABS-t, próbáltad? Próbáltam, de... Terepen is? Terepen is. Jó van. Szóval, mire vagy még kíváncsi? Erre voltam leginkább a terep ABS-re. Hogy azt mondta, hogy te ezt ennél a tömegnél hasznosnak tartod, na már ez így megnyugtat. Ja. Egyébként meg majd megmutatjuk, hogy mit műveltél vele. Nyugodtan büszke lehetsz rá, hogy összekoszoltad ezt a gyönyörű motort. Na mindegy, mi akartuk. Ez volt a kíváncsi.